Testületi ülés, 11 napi rendi pontról tárgyaltak a képviselők. Városi karácsonyfa, csütörtökön érkezett a 11 méteres lucfenyő. Az év szaloncukrai, Orosházi a legjobbak között. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió november 26-ai péntek híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Közmeghallgatást és azt követően testületi ülést tartottak november 25-én a képviselők a polgármesteri hivatal nagy termében. Az egyik kiemelt téma a Nyárfa utcában lakók helyzete volt, amit a testületi ülésen még aznap napirendre tűztek és határozatot is hoztak. Közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tartottak csütörtök délelőtt Orosházán. Sok orosházi gondolta úgy, hogy elmondja észrevételeit a várossal kapcsolatban, a legtöbben a Nyárfa utcából érkeztek, ahol körülbelül egy hónapja tart egy probléma. Egy ötszobás házban 26-an élnek, ebből 16 gyermek. A felszólaló elmondta, hogy sokszor gyanús autók is megfordulnak az utcában. Az ott élők elmondása szerint az újonnan beköltözött családtagjai az utca lakóit megfélemlítik, emiatt a korábban nyugalmas környék már nem biztonságos. A beköltözők között van olyan, aki egy bozótvágó késsel jár kell az utcában. A szomszédokat elriasztják a környékről, így azok áron alul eladják házaikat. Tudomásuk szerint több ingatlan felvásárlását is tervezik ezzel a módszerrel. A témában megjelentek, a városvezetés mi hamarabb intézkedését kérték és megoldást a problémára. Az említett házat a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigánymissziója vásárolta meg, amit Dávid Zoltán polgármester is megerősített. A városvezető elmondta, hogy tárgyaltak az egyházzal, amely egy kétegyházi családnak adta át használatra az ingatlant. A beköltözésük nem számít véglegesnek, a helybéliek türelmét kérik. Az utcában kiemelt lett a rendőri védelem, óránként tartanak ellenőrzéseket és járőröznek az utcában. A polgármester kiemelte, a misszió egyéb ingatlannal nem rendelkezik Orosházán. Molnár Béla a polgármester elmondta, hogy maga is tapasztalta, milyen állapotok vannak az utcában, de a probléma azonnali megoldásával kapcsolatban a képviselők egyöntetűen egyetértettek és javaslatok érkeztek. Én ezt az ügyet a magamévá fogom tenni, nem fogok nyugodni ebben a témában, megyek tovább, és úgy gondolom, hogy a testületnek is fogok tudni olyan javaslatokat tenni, kezdésként az egyik olyan javaslatot teszem, hogy különítsünk el az élőerős őrzésre bármire összeget a költségvetésből, azért, hogy az ott élők, azok valóban biztonságban érezhessék magukat. A közmeghallgatást követően már aznap a testületi ülésen felvették napirendre a témát, és az előterjesztett határozati javaslatot egyöntetűen elfogadták. Ennek értelmében a polgármester tárgyalásokat folytat a misszió vezetőjével, a lakók biztonságának érdekében 24 órás biztonsági felügyeletet rendelnek el. A lakóközösség támogatása érdekében pedig jogi szakértelmet biztosít az önkormányzat. A közmeghallgatáson még szó volt a Szentetornyai játszótér állapotáról, a laposi temető melletti parkolási gondokról, az extrém parkról és faültetésről is. A közmeghallgatást követően elkezdődött a testületi ülés. Sebők Éva jelezte, hogy nem tud részt venni. Pap Róbert távol maradt, Fecser János pedig később tudott csatlakozni. A testületet a polgármester határozat képesnek ítélte. A képviselők megszavazták a szociális szolgáltatás szervezési koncepciót, a Szegedi Tudományegyetemnek nyújtott támogatás elszámolásáról szóló napirendet, illetve eldöntötték a testület tagjai azt is, hogy eszközadományokat adnak a város kéklámpás szervezeteinek. A hosszabb tudósítást keressék az Orosz Kafén. A 2021-es év utolsó megyegyűlésén több fontos téma került napirendre. Tájékoztatót tárgyalt meg a testület a megye ár- és belvíz helyzetéről, az oktatás helyzetéről, a szakképzésről. Közgyűlést tartott a megyei önkormányzat, a napirendek között tájékoztató hangzott el a megye oktatási helyzetéről. Örömmel tapasztalhattuk, láthattuk, hogy közel 5 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a két tankerületben, és ez ugye csak az állami fenntartású iskolákról beszélünk. És ezek a fejlesztések egyformán érintették az oktatás infrastruktúráját, az iskolákat, az épületeket és a különböző szakmai programokat. Tájékoztatót hallgatott meg a testület Békés megye ár- és belvíz helyzetével kapcsolatosan. Azt tapasztalhatuk, azt tudhatuk meg igazgató úr tájékoztatásából, hogy mind a védművek tekintetében, mind a műszaki eszközök tekintetében, mind pedig emberi erőben felkészültek minden olyan árhullámra, amely reálisan veszélyezteteti Békés megyét, illetve az itt élőket. Döntés született a megyei önkormányzat egyik cégének megszüntetéséről is. Ez a Kft. Az elmúlt években nagyon hatékonyan dolgozott különböző fejlesztési projektekben, azonban azt gondoltuk, hogy a feladatát elvégezte, ezért a döntés született a megyei önkormányzat részéről, hogy ezt a Kft.-t megszüntetjük. Csütörtökön hozták a 11 méter magas lucfenyőt, melyet Kis Lászlóné ajándékozott a városnak. Pénteken már a díszítéshez fogtak a városüzem munkatársai.
Az első fényfüzérek kerülnek a helyükre a város karácsonyfáján. Advent első vasárnapja előtt, csak úgy, mint az elmúlt években, a város üzemeltetését szolgáltató ZRT munkatársai felállították a város karácsonyfáját, péntek délelőtt pedig már a díszítéshez fogtak a szakemberek. Mint Benkő Ferenc, a város üzemeltetését szolgáltató ZRT vezérigazgatója elmondta, idén is Orosháza lakosságához fordultak a város karácsonyfája ügyében. Az idei évben Kis Lászlóné a Liszt Ferenc utcáról ajánlotta fel a kertjében már kinőtt fenyőfáját. Ez a fenyőfa, ez 12 éves és 11 méter magasságot ért el. Ezt a tegnapi nap folyamán a kollégáim kivágták, és egy tréler segítségével a város főterére szállították, amit a mai nap folyamán fognak földíszíteni. A földíszítéshez több mint 100 darab nagyméretű díszgömböt fogunk felhasználni, illetve 200 folyóméter fényfűzért fogunk föltekerni. Orosháza adventi díszeit már többségében elhelyezték. Ezeken és a feldíszített karácsonyfán kívül a jégpálya mellett egy közel 2 méteres manó is várja, ha korizni vagy éppen szelfizni vágyókat. Adománnyal támogatta a koronavírus járvány által tragikusan érintett családokat a Rotary Klub. Az érintettek egy támogató okiratot írtak alá a Petőfi Művelődési Központ tárgyalójában. Fennállása során a Rotary Klub így annak orosházi tagszervezete is feladatának tekintette a nehéz helyzetbe kerülő emberek támogatását. A koronavírus járványa sújtott időszakban ez még inkább aktualitást nyert. Így tettek november 23-án is a Petőfi Művelődési Központ tárgyalójában, amikor a járvány által tragikusan érintett családok tagjainak nyújtottak át támogatást. Dr. Deák György, a Rotary Klub orosháza 2021-2022-es évének megválasztott elnöke hangsúlyozta, az egyesület is érzi annak a súlyát, hogy a vírus mekkora károkat okoz az ország lakosságának. Ennek megsegítésére több klubban is alakultak hasonló szerveződések, akik igyekeznek támogatni azokat a családokat, akik erre rászorulnak. A mi támogatásunk részben a kormányzó úr, a 2021-es kormányzó felajánlásából, a külső támogatóknak a felajánlásából, illetve a saját tagjainak a felajánlásából tevődött össze. Elkezdtük keresni a COVID károsultakat a városban, az orosházi család segítő közreműködésével, illetve a saját információink alapján összegyűjtöttünk 3 családot, akit ebből a kis összegből igyekszünk támogatni. Az elnök hozzátette, nem azért jöttek, hogy ünnepeljenek bármit is, hanem hogy megpróbáljanak segíteni. Reméli, hogy hamarosan vége lesz a 4. hullámnak, több pedig már nem lesz. Vendégeiknek egy támogató okiratot készítettek, melyet ezt követően mindannyian aláírtak. Az év szaloncukrai közé választották az összesen 152 nevező és több mint 5000 szem szaloncukor közül az orosházi székelyű hóvirágfagylaltbár vörösboros aszaltszilvás édességét. Ez a szaloncukor a marcipán kategóriában a legjobbnak bizonyult. Az év szaloncukra versenyt tavaly rendezték meg első ízben. A szervezők a megmérettetésre igyekeztek az összes hazai gyártót meghívni. Így történt ez az orosházi hóvirágfagylaltbár esetében is, amely a téli hónapokban fagyi helyett és a sütemények mellett karácsonyi édességek készítésével is foglalkozik. Kézműves szaloncukorral foglalkozunk télen, 16 fajta kézműves szaloncukrot készítünk, és ebből neveztünk be egy pár ízt most idén először erre a versenyre. Nem is készültünk rá tudatosan, és nagyon örülünk neki, nagy megtiszteltetés, hogy megnyertük az egyik díjat. Ez a vörösboros aszaltszilvás marcipános szaloncukrunk. A megmérettetésen a 152 nevező és a mintegy 5000 szem beküldött szaloncukor közül az ízek versenyében 6 kategóriában kókusz, karamell, mogyoró, marcipános, zselés és az év új íze hirdettek első helyet. Ezek közé került be a vörösboros aszaltszilvás marcipános finomság, amely megnyerte a marcipános kategóriát. Van egy marcipán réteg, abba töltünk egy főzött vörösboros aszaltszilvás krémet, ami szintén mi főzünk, mi készítünk el, és utána ezt bevonjuk roppanós belgai csokoládéval. Az év szaloncukra verseny egyik érdekessége, hogy a megmérettetés zsűriét nem csupán a szakma alkotja, hanem az év szaloncukra megmérettetés közösségi oldalain bárki jelentkezhetett kóstolónak. Már csak 4 hét van karácsonyig, tudják ezt az Eötvös Katolikus Óvoda apróságai is. Péntek délelőtt fellobbant az első gyertya lángja az intézmény udvarán elhelyezett adventi koszorún. 3 gyermek képviselte a Margaréta csoportot az Eötvös Katolikus Óvodában az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásakor. Ők adtak ünnepi műsort ezen a szép alkalmon, csupán 3-an, a csoport többi tagja betegség miatt nem lehetett jelen az eseményen. A járványhelyzet miatt idén is szűk körben emlékeznek a gyerekek és az óvoda dolgozói.
Idén második alkalommal készítettük el így az adventi koszorút kint el a kültéren, az óvoda udvarán, hiszen már tavaly sem jöhettek be a szülők, és most megint ott tartunk sajnos, hogy a szülők nem jöhetnek be december 1-től, így aztán mi itt óvoda szinten csak a csoportok közösen ünnepelünk az adventi koszorúnál. Az óriási koszorút az óvodapedagógusok, a dajkanénik és a szülők közösen készítették el, mellette található a négy csoport egy-egy kisebb koszorúja. A négyes számnak nagy jelentősége van. Mivel az advent is négy hetet ölel fel, így minden alkalommal más csoport szerepel az ünnepi gyertyagyújtáson. A négyes szám a négy gyertya mellett a négy hetes várakozásra is utal. Ezt jelzi az adventi koszorún is a négy szál gyertya, amiből is ma az elsőt meg fogjuk gyújtani. Ez figyelmeztet bennünket, hogy méltóképpen készüljünk a megváltó, a kis Jézus születésére, és hogy bennünk is felragyogjon az ő születése, örömének a fénye. A koszorú szentelés és gyertyagyújtás mellett a közös imádság sem maradhatott el. Az idén 10 éves katolikus óvoda ünnepsége szűk körben is méltónak bizonyult ehhez a szép alkalomhoz. Őszi dalos könyvvel és gyermekkoncertekkel várta az érdeklődőket november 23-án Grillus Vilmos a Petőfi Művelődési Központban. A zeneszerző két időpontban is játszott az érdeklődőknek. Izgatott gyermekek töltötték meg november 23-án délelőtt a Petőfi Művelődési Központ színháztermét, amikor is két időpontban Grillus Vilmos lépett fel. A kétszeres Kossuth Díjas művész életében már korán meghatározóvá vált a zenei pálya iránti érdeklődés, hiszen nagyapja csellista volt, édesanyja pedig zongoristának készült, a szülei mindketten énekeltek kórusban is. Én is már kiskoromtól ennek részese voltam, 5 éves koromban kezdtem csellózni, aztán jártam ugye éveken keresztül a Kodályféle zenei általánosba, amiből nagyon kár, hogy nincs több, mert mindenkinek hasznára válna, ez nem zenészképző, hanem egészséges emberképzőiskola volt, de hát azért lett, aki végén zenész lett, de én is kerülő úton lettem zenész, mert először elvégeztem a műegyetemet építészként, és közben ugye megalakítottuk a Kaláka együttest. Elmondta, igyekszik mindig olyan dalokat írni, amit a gyermekek nem csak szeretnek, de el is tudnak énekelni, és amelyek a zenei anyanyelvi nevelést is szolgálják. A Kaláka együtteshez is visszatért, velük is gyakran koncertezik vagy készít lemezeket, de ha gyermekeknek muzsikál, akkor egyedül játszik. Többféle előadást tart nekik, melyeknek a lényege, hogy a műsor és a dalok előrehaladtával közösen énekeljenek. Mint mondta, ez akkor is működik, ha előtte nem ismerik az adott dalt, hiszen próbál olyan helyzeteket teremteni, hogy szívesen csatlakozzanak hozzá, annál pedig nincs is szebb, amikor egy gyermek magától énekel. Egyik legfontosabb emléke éppen Orosházához kötődik, hiszen városunkban lépett fel először egyedül gyermekközönség előtt. Ez 41 évvel ezelőtt, 1980 őszén történt, melyet nagyon szívesen idézett fel újra. Akkor már nekem volt egy-két olyan dalom, amit ugye elkezdtem írogatni magának. Azt mondja, én majd figyelek hátulról, ha baj van, bemegyek. De hát nem volt baj, eltelt a 8 perc, hosszú volt, azt mondom. És aztán hát így szépen alakult, és ez mindez tulajdonképpen ide kötődik az én emlékeimben. Orosházára itt volt az első lépése ennek a műfajnak, amit most is én itt be... A tavalyi évben nem a megszokott módon teljesítették a távot a Mikulás futás résztvevői. A szervező orosházi gyermek és ifjúsági önkormányzat mindenképpen szerette volna, ha az akkori korlátozások ellenére 2020-ban is sikerül a kezdeményezés eredeti célját teljesíteni. Végül 200-nál is több Mikulás csomagot gyűjtöttek, melyekkel 4 szervezetet támogattak. Az esemény iránt érdeklődőket akkor egyéni futásra bíztatták, az arról készült fotókat pedig az esemény Facebook oldalára tölthették fel a résztvevők, akik között ajándékot is sorsoltak ki. Az idei évben szeretnék, ha minden visszatérhetne a régi kerékvágásba, és a 19. Mikulás futás már a megszokott menetrend szerint zajlana le. Bíznak benne, hogy ennek végül nem lesz semmi akadálya a december 3-ára, azaz jövő hét péntekre tervezett eseményen. A fontos tudnivalók 16:45-től van gyülekező a nagy színpad előtt. A szokásos tervekben ott lesz majd idén is a polóosztás, és 17 órakor lesz a rajt. Arra kérnek mindenkit, aki futni nem, de segíteni viszont szeretne, hogy csomagjaikat legkésőbb december 2-áig juttassák el az orosházi diáktanyára. A csomagokat az idei évben a kórház gyermekosztályán, a családok átmeneti otthonában, a nagycsaládosok egyesületénél, a kistérségi gyermekjóléti központban, az SOS gyermekfalunál és a Csemete neveldénél osztják ki. Reméljük, hogy idén is sok jelentkező lesz, sok futó, és hogy minél több helyszínen tudjuk úgy megtartani, ahogy eddig is a Mikulás csomag kiosztását. És most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden.
Testületi ülés, 11 napi rendi pontról tárgyaltak a képviselők. Városi karácsonyfa, csütörtökön érkezett a 11 méteres lucfenyő. Az év szaloncukrai, Orosházi a legjobbak között. Önök az Orosházi Városi Televízió november 26-ai pénteki iradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb jövő hét kedden várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!